A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Most kedves nézőink, nincs kétségem felőle, hogy emlékeznek az egyik legutóbbi műsorunkra, amelyben egy varázslatos hölgy, a Mávelőre Sportklub rúdsport szakosztályának vezetője, mestere, Kelemen Nikolett volt a vendégem. Most eljött annak az ideje, hogy arról az ifjú hölgyről, nem kevésbé varázslatos ifjú hölgyről is szó essék, aki az egyik fantasztikus sikerével belopta magát minden fehérvári sportkedvelő figyelmébe, és ez nem más, mint Porga Zsaklin. Szervusz! Jó estét, köszönöm szépen a meghívást! Örülök, hogy itt vagy velünk. Annál is inkább fontos, mert egy olyan címet szereztél, itt majd fogjuk látni ezeket az érmeket is megmutatom, ami azt hiszem, hogy minden sportrajongó számára álom, és megerősítést jelent, hogy igenis érdemes sporttal foglalkozni, úgyhogy most már nem csak példa vagy, hogy mit lehet elérni ebben az életben, hanem példakép is. És ez így van rendjén. Annál is inkább, mert bár nem látjuk, itt van két bot veled. Két piros bot, ami azt hiszem, hogy nagyon fontos szerepet játszik az életedben, mégpedig azért, mert hogy ugye bot nélkül nehéz a közlekedés számodra. Én azt hiszem, hogy ez bizonyos értelemben mélységesen emberi történet a tiéd. Beszéljünk arról a betegségről, ami nehézé teszi a mozgásodat, hiszen ez egy nagyon fontos egy ifjú hölgy számára, hogy miként tudja átvészelni és felülemelkedni ezen. Az én betegségem igazából abból indult ki, hogy oxigénhiányosan születtem, koraszülött is voltam, és ezáltal kialakult egy részleges agyibénulásom, ami kihatott a lábamra és a csípőüzéletemre. Tehát nagyon nehéz volt a gyermekkorod ilyen értelemben. Viszont ahogy olvastam, édesanyád azt mondta, hogy hagyjuk a kerekesszéket, és ezzel mélységesen egyetértek veled, hanem kezdj el bottal járni, ami egyre jobban megy, ezt én tanúsíthatom, és ráadásul idejekorán elkezdtél sportolni is. Hogy született meg ez a döntés? Kiskorom óta nagyon-nagyon szerettem táncolni, és ez a mozgásforma nagyon megfogott mindig is, mert meghallottam egy zenét, és elkezdtem rá mozogni, ez volt mindennek az alapja. Aztán, mikor az ember kimondja életében először, hogy mi szeretne lenni, hát nekem az volt, hogy artista leszek, vagyis légtornász. És akkor még nem nagyon tudtam felfogni, hogy ez nem annyira egyszerű nekem, de ezzel az álmommal és a anyukámnak a gondolatával alakult ki az, hogy elkezdek rúdsportolni. Tehát anyukád és a családod nyilván fogta magát, és azt mondta, hogy akkor, ha már eldöntötted, és bíztak benned, akkor csináld. Melyik volt az első sportág, amit kipróbáltál? Hiszen ugye azt tudjuk, hogy most már jó néhány esztendeje sportolsz. Kezdetekben jártam terápiás lovaglásra, aztán az tartott pár évig, aztán voltam terápiás úszáson is, amit ugyanúgy nagyon szerettem, és nagyon nagy örömmel űztem, és utána 2016. novemberében jött a rúdsport gondolata. Hogy kezdted? Hiszen mindenki másként kezdi. Az edződdel arról beszéltünk, hogy ha megvan a kellő kitartás és hozzá a tehetség, akkor lehet fejlődni. Nálad ez hogy volt? Igazából a kitartásom és a céltudatosságom mindig is megvolt, mert én már első órámra úgy mentem, hogy nagyon vártam és izgultam jó értelemben.
és igazán mindig is éreztem, hogy ott vagyok jó helyen. És érdekes, hogy minden emberrel, akivel valaha így találkoztam, bármilyen szinten beszélgettünk, vagy a tanárom volt sportszinten, mindenkivel kicsit zárkózottabb voltam, nem tudtam megnyílni túlságosan, viszont ez Nikinél nagyon jól sikerült, mert egyből nagyon egy hullámhosszon tudtunk lenni. Hittél magadban? Igen, teljes mértékben. Ehhez viszont nem csak elhatározás kell, hanem tett is. Tehát minden egyes pillanatodat meghatározta, amikor beléptél az edzőterembe, hogy most azokat a feladatokat el kell végezni, sőt, még hozzá is kell tenni? Igen, mindig nagyon célom volt fejlődni, és mindig azt néztem, hogy hogyan tudunk valamit továbbfejleszteni, hogy lehet valami szebb, vagy éppen jobb. És én mindig is szerettem a nehéz feladatokat, szóval ezt is szívesen vállaltam. Mit szóltak a barátnőid az iskolában, hogy ezt a sportágat választottad? Szurkoltak neked? Ez egy érdekes kérdés, mert igazából nekem általános iskolában és most középiskolában sem nagyon nagy társaságom van, nincs túl sok barátom, akik voltak régebben általános iskolában, ők is már eléggé eltávolodtak. De akkor még igazából támogattak, de mi sem tudtuk, hogy komoly-e. Mert igazán az első órára is úgy mentünk be, hogy nem teljesen biztos. Mert én bíztam magamban, de mégsem volt 100%-os, csak 99,9%. Igen. De a családod és a mestered melletted voltak mindig. Teljes mértékben, igen. Hogy vetted észre magadon, hogy folyamatosan fejlődsz? Hiszen nyilván egyre inkább a kezdetek után kezdtél profivá válni. Jöttek az új koreográfiák, az erőgyakorlatok nagyon sokat segítettek, hogy a járásod is javuljon. Tehát ez mind-mind pozitívum volt. Beszéljünk ezekről a pillanatokról. Igazából az életemben főként abban nyilvánult meg a fejlődésem, hogy az egyensúlyom sokkal jobb lett, és a bottal való járás is sokkal egyszerűbb kezdett lenni, mert azokkal a nyújtó gyakorlatokkal, vagy éppen torna sorokkal, amiket végigcsináltunk sportkarrierem elején, mielőtt elkezdtem versenyezni, azok nagyon hozzátettek a mostani jó mozgásomhoz. Hogy született meg a döntés, hogy most már kész van arra, hogy nyilván a saját korosztályodban, kategóriádban versenyezz is? Mert ahhoz már kell egy olyan koreográfia nyilván, ami a tiéd. Igazából ugye most van talán 7. éve, hogy sportolok, most lesz 7. éve, azt hiszem, vagy 8, és másfél-két éve sportolok pontosan, és vagyis egy versenyszerűen, és igazából már előtte egy évvel, az életem első versenye előtte egy évvel Niki felajánlotta, hogy indulhatnék, mert ő látta bennem a lehetőséget, viszont akkor még nagyon félénk voltam, és féltem megmutatni. Viszont következő évben, amikor ugye fejlődtem, és plusz egy év gyakorlat hozzájött a koreográfiámhoz, akkor úgy döntöttem, hogy elkezdek versenyezni, és nagyon jól esett az első versenyen megmutatni magam, és megmutatni, hogy így is lehet versenyezni, és nem muszáj mindig hátrahúzódni emiatt. Így van, tehát nagyon sokat köszönhetsz az edződnek, ez nyilvánvaló, de ez fontos egyébként is, hogy nyilván a fejlődésed záloga pedig a szorgalmad volt. Szorgalmas is vagy, és nyilván tehetséges, mert hogy ilyen szintű sportot nem lehet másként űzni, hogy kell hozzá tehetség. Melyik volt az első sikered, amelyre különösen büszke lehetsz, vagy büszke vagy? A legeslegelső sikereim igazából az ilyen házi
bemutatókból, fellépésekből is már elindultak, mert a stúdióban is szoktunk házbemutatókat tartani, ahol már igazából megtanultam a színpadi, tehát gyakoroltam a színpadi jelenlétet, és szoktam ezt, hogy emberek előtt, közönség előtt adom elő a tudásom, és ez segített főként az első versenyemhez is. Viszont ugye ott már volt rajtam egy külön idézőjeles teher is, mert ezért ez egy verseny volt. Tehát nincsenek ellenfeleim a kategóriában, viszont mégis ugye ott vannak bírók, akik elbírálják ezt pontok formájában, és izgultam, hogy mennyire leszek jó ehhez. De hát a minőség az önmagáért beszél, mint tudjuk, és te minőséget képviselsz, mint ahogy a gyakorlataid, nem különben. Hogy épül fel egy edzésed? Hiszen nyilvánvaló, hogy mindazt, amit a többiek csinálnak, azt egyébként tudod csinálni? Nem minden részét, mert például én spárgázni még, hát közeledek hozzá, de még azért elég sokat kell ráedzeni. És ez majdnem, hogy mondhatnám, hogy évek óta tart. Szóval sok mindenben hátrébb vagyok, de igazából nem is ezt figyelem, hanem magamat próbálom figyelni, hogy az én határaimat döntsem le folyamatosan, és például a magasságtól való félelmem, vagy a fejjel lefele léttől való félelmemet egyre jobban legyőzzem. Szóval igazán magamra koncentrálok folyamatosan. Tehát az egy edzés, illetve egy verseny a sikerekkel együtt ünnep, ebben bizonyos vagyok. De milyenek a hétköznapjaid? A hétköznapjaim? Hát amit már említettem, hogy most középiskolás vagyok, 9. osztályos, és hát nem egyszerű, hogy őszinte legyek, mert vinni egy középiskolai tanulmányt plusz edzeni versenyszerűen nem egyszerű, mert folyamatosan két fele kell koncentrálnom, mert két fele kell komolyan jól teljesítenem. A koreográfiák mennyit változtak, hiszen te is megnőttél, változtak azok a szakmai igények nyilván, amelyek az esztendők során felmerültek, hiszen most már, ha úgy tetszik, rutinos versenyző is vagy, aki nagyszerű sikereket ér el, ahhoz pedig nehezített koreográfiák kellenek. Ezt te hogy látod? Igazából ezek főként nálam abban látszódnak meg, hogy nehezebb lett egy koreográfia, vagy jobb lett, hogy ugye jönnek az új elemek egyik részről, amit folyamatosan elsajátítok, vagy éppen az, hogy jobban elkülöníthető két összekombinált elem. Mert a forgásaimnál, forgóelemeknél nem mindig volt az eleinte megkülönböztethető, viszont most már eljutottam arra a szintre, hogy ezek is elkülöníthetők. Tehát a tehetségedet tudjuk, szorgalmas vagy így mostanában? Szorgalmas. Hiszen most itt van a 9-es vagy, emellett pedig folyamatosan készülsz a versenyekre. Megerősítést adnak nyilván, mert most már az érmekről fogunk beszélgetni, hiszen a siker is megerősít. Ilyenkor a büszkék rád, a családod bizonyos vagyok benne, de a mostani osztálytársaid, hiszen én azt hiszem, hogy ebben a felgyorsult világban, ahol általában elterjedt, én azt mondom, hogy a wifi, telefon és a többi, az egészen különleges, hogy egy ifjú hölgy ilyen sikereket ér el a választott sportágában. Igen, sokan drukkoltak, szurkoltak és gratuláltak utána, mert mielőtt kiutaztam Olaszországba a világbajnokságra decemberben, azelőtt is az egész osztálytól kaptam egy hajrá Jacqueline kiáltást, és ez nagyon jól esett, mert tudtam, hogy mögöttem vannak, támogatnak, és az a legjobb, hogy ebben a tanáraim is benne vannak, tehát nem csak a gyerekek, hanem a tanárok is, és emiatt nagyon-nagyon jól esik. A világbajnokságról beszéltünk, de itt számtalan érem van, ezeket szeretném megmutatni. Ez például a közönségnek. Az érmem, amit 2021
áprilisában nyertem a kvalifikációs versenyen, amivel sikerült kijutnom a világbajnokságra. És a világbajnokság előtt még, az... akkor erről is essék szó, ugye ez a Levegősportok Szövetsége. Igen, ez az az érem, ami most 2023 május végén lett az enyém, mondjuk így. És akkor itt van a csoda, ugye? Erre igen. Lehetünk a legbüszkébbek? Ezt mutasd. Igen. Megmutatom én. Erre lehetek a legbüszkébb, mert ezt kaptam Olaszországban, és ez az érem igazán megmutatja, hogy sikerült egy gyerekkori álmomat is megvalósítani, és főleg magamat. Milyen volt ez a verseny? Menjünk el egy kicsit Olaszországba. Ez a verseny nagyon érdekes volt, mert életem első külföldi útja is egyben. Szóval nagyon-nagyon izgultam magától a gondolattól, hogy elhagyom Magyarországot, mert nekem mindig is nagyon fontos volt, mert az álmom is mindig ugye az volt kiskoromtól kezdve, hogy bármilyen sportágban, mert ugye akkor még nem tudtam, hogy sportolni fogok, de az volt a célom, hogy Magyarországot képviselhessem. Tehát ez nekem nagyon fontos volt mindig is. És igazából az egész 5 napot, amit ott töltöttünk, valamennyire izgultam végig, hogy milyen lesz vajon versenyen, meg azért a nemzetközi bíróknak nagyon jót akartam mutatni, és izgultam, hogy ne legyen semmi probléma. Így is történt, ráadásul ne feledjük, az olasz zászló majdnem olyan, mint a miénk, csak fordítva. Mit éreztél, amikor a magyar zászló tövében ezt a sikert elérted? Az volt a leges-leges érzésem, hogy büszke vagyok magamra, és az, hogy megdöntöttem a saját határaimat, és igazából az álmomat teljesítettem, mert tényleg, hát igazán az eredményhirdetésen is, és már a koreográfián befejezése után is már sírtunk mind a ketten, mert ott meg igazából lejött rólam a teher, és eredményhirdetésen pedig boldog voltam, hogy sikerült ez is. Tehát megkaptad a gratulációkat nyilvánvaló, igen. A mestered, a családod, az iskola. Igen. Ez mind csoda volt? Igen, nagyon jól éreztem magam, és nagyon hálás voltam ezekért. Tudod-e, hogyan továbbot? Mi szurkolunk egyébként, hiszen azt láttuk, hogy most már remekül használod a botot. Van-e arra a mód, hogy továbbfejlődj? Miként látod? Szerintem van rá lehetőség. Korábban még nem láttam rá lehetőséget, hogy esetleg megtanuljak bot nélkül járni, de most már Aniki is nagyon támogat folyamatosan, hogy képes vagyok erre, csak sok munkát kell belefektetni. És én is egyre jobban ezt érzem tőle, tehát ezt ő adta a fejembe, mint fontos cél. Meg ugye kiskoromtól kezdve is ez volt a lelkem legmélyén igazából, hogy ez nekem célom, és ezért bármit megteszek. Nagyon-nagyon fontos nyilvánvaló, és hát ebben mindenki a segítségedre van. Készül-e már egy új koreográfia? Jelenleg is igen, mert ugye már említettem, hogy az évben már volt 2 versenyünk, 2 országos bajnokság, viszont az évben még vissza van az október-novemberi verseny időszak, ami nálam azt jelenti, hogy októberben lesz egy magyar bajnokságom, és utána, mivel ugye megszereztem a kvalifikációt a világbajnokságra megint, ezért majd december elején lesz a világbajnokság. Szívszorítva várjuk, és nincs kétségem felőle. Én azt hiszem, hogy most, hogy így egy kicsit megismertünk, hogy ezzel így van valamennyi székesfehérvári sportkedvelő is. Egyébként én nagyon örülök, és ezt mondom a Fehérvár Sportváros nevében is, hogy ez a szakosztály működik. Köszönjük a MÁV előrének, köszönjük a mesterednek, Kelemen Nikolettnek, köszönjük mindenkinek, és természetesen leginkább neked,
a szüleidnek is, hogy egy olyan utat választottatok, ami mindenkinek a szívét megdobogtatja, nincs kétségem felőle. Úgyhogy sok sikert, szép napokat neked, és hajrá, hiszen ahogy mondtad, készül az új koreográfia, nincs kétségem felőle, hogy újabb sikereket hoz majd. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, kedves Jocelyn. Nagyon köszönöm. Kedves nézőink, egy varázslatos ifjú hölgyet ismerhettek meg, rúgtáncos világbajnokunk, övé a jövő, nincs kétségem felőle. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.